34 növendék érkezett az ország minden tájáról a Líceum Eszterházy Pál zenetermébe, hogy megmérettessék magukat a kamara éneklési versenyen, amelyre a résztvevők már hónapokkal ezelőtt elkezdték a felkészülést. Elég hosszú volt a felkészülés. Én úgy érzem, hogy ami tőlünk telik, azt meg fogjuk tenni. És hát valószínűleg a többi versenyző is hasonlóan sok munkát beleőrölt a felkészülésben, és biztos, hogy mindenki komoly és precíz munkát fog végezni. És hát én örülnék, hogyha minél jobb helyezést érnénk el. A harmadik alkalommal megrendezett országos Eszterházy kamara éneklési versenyen egy a zsűri által, egy pedig a csapat által kiválasztott dalt adtak elő a fiatalok. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyéni éneklés, ami a könnyűzene vonalán nagyon kezd terjedni, hogy maga énekel valaki egy mikrofon előtt, ezt egy picit elvigyük abban az irányban, hogy a közösségi éneklésnek az örömével megismertessük a fiatalokat egyre jobban, és nagyon jó volna behozni a köztudatba azokat a régi műveket, amik az egyénieskedés miatt elfelejtődnek. A produkciókat 4 tagú zsűri értékelte, az eredmény pedig szombaton egy díjkiosztó gálán ismertetik majd a résztvevőkkel.